Az aknamentesítés érdekében tett erőfeszítések áttörést hozhatnak két angolai tartományban, Huambo és Malange térségében. A cél az összes földbe rejtett taposóakna és robbanó szerkezet felderítése és hatástalanítása. Az angolai aknamentesítési bizottság együttműködési igazgatója Adriano González szerint negyed éven belül komoly eredményeket érhetnek el. Hamarosan kihirdethetjük, hogy Malange és Huambo tartományokban felszámoltunk valamennyi robbanó szerkezetet az ismert aknamezőkön. A bejelentés pozitívan hat a gyalogsági aknák elleni küzdelem világnapján, ami egyben a békenapja is Angolában, emlékeztetve a 17 évvel ezelőtti véres háborúra. Az anyagi források megfogyatkozásával az aknamentesítés idővel lelassult, de az utóbbi évek nemzetközi összefogásával sikerült eredményessé tenni az erőfeszítéseket. Folytatjuk a munkát, de korábban sokkal intenzívebben dolgozhattunk, emlékszik az aknamentesítés kezdeteire Adriano González. Az 1997-ben elfogadott ottawai egyezmény célkitűzése, hogy 2025-re teljesen aknamentes legyen a világ. Ha az egyezmény aláírói tartani akarják a céldátumot, akkor 300 millió dollárnyi forrásra van szükségünk az 1220 ismert aknamező megtisztításához, teszi hozzá az Angolai Aknamentesítési Bizottság kooperációs igazgatója. Angolában 105 négyzetkilométernyi terület veszélyeztetett, ami nagyobb, mint Lisszabon városa. A taposóaknák és egyéb háborús robbanóanyagmaradványok még ma is két óránként egy áldozatot követelnek szerte a világon.